Cinkosnak és nem törődömnek nevezte az emberiséget Ferenc pápa nagypéntek este a római Kolosseumnál tartott Via Crucis keresztútjának végén mondott beszédében. Krisztus megalázását, szenvedését és kereszthalálát az utcán magukra hagyott hajléktalanokéhoz hasonlította. Az utcán magukra hagyott testvéreinket a mi nem törődömségünk és közönyünk sebzi, megjelentette ki Ferenc pápa. Megemlékezett azokról is, akiket a világ számos részén hitük miatt üldöznek, lefejeznek, keresztre feszítenek, mint mondta, szemünk előtt és cinkos hallgatásunk közepette. Miközben a tömegek a keresztutat járták és a pápa beszédét hallgatták, Konrád Krajewski érsek pápai főalamizsnás péntek este 9-től éjfélig végigjárta Róma legnagyobb vasútállomásait, valamint a Szent Péter tér és a Vatikán környékét, és az éjszakát itt töltő hajléktalanoknak átadta Ferenc pápa ajándékát. A hajléktalanok fejenként egy borítékot kaptak, benne Ferenc pápa húsvéti jókívánságaival, a pápa fényképével és pénzadománnyal.